Egyre több helyen olvasom azt az interneten, különösen Facebook csoportokban például, hogy egy cukorbeteg is vegyen nyugodtan cukrot, beadja az inzulint, és ezzel majd kompenzálja. Én egyes típusú cukorbetegként ezen kicsit meg vagyok akadva, és nem is értek ezzel egyet, de én nem vagyok orvos, hogy Kis János Tibort kérdezem megint. János, mi a véleményed erről? Hát én sem tartom egy jó gyakorlatnak, hogy mondjuk nyakló nélkül fogyasszanak cukrozott ételt az egyes típusú cukorbetegek. Tény, hogy a mai korszerű eszközökkel, korszerű inzulinokkal, egyre gyorsabb hatású inzulinokkal azért lehet valamit lazítani a diétán, de kezdő cukorbetegnek azért azt javasoljuk, hogy a táplálékát alacsony glikémiás indexű szénhidrátokból építse föl, illetve az étkezését úgy alakítsa ki, hogy a szénhidrátok felszívódása lassú legyen. Egyszerűen még mindig nem elég gyorsak az inzulinok, és sajnos a finomított szénhidrátok meg túl gyorsak, és túl gyorsan felemelik a cukorszintet. Akkor ezt írjuk le pontosan, jó? Tehát, hogyha egy cukorbeteg, egy egyes típusú cukorbeteg cukros ételt eszik, mi történik? Általában a cukrozott ételek, vagy természetes mi voltuknál fogva magas cukortartalmú ételek, mondjuk majd ősszel a szőlőszezon idején, túl gyorsan felszívódnak, túl gyorsan megemelik a vércukorszintet. Ha ezt megpróbáljuk kompenzálni, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen annyira gyors a vércukoremelő képessége a szintiszta cukornak, amit nagyon nehéz inzulinnal, még a legmodernebb eszközökkel is úgy kezelni, hogy ne legyen lényeges vércukorkiugrás, és mondjuk utána, amikor már megszűnt a vércukoremelő hatása a cukornak, akkor de az inzulin még ott van, az inzulin miatt ne kerüljön túlságosan alacsonyra a vércukorszint, azaz ne kerüljön a beteg hipoglikémia állapotába. Hogyha valaki cukorbetegként rendszeresen cukrozott ételeket fogyaszt, akkor a vércukor szintjében ez milyen változásokat idéz elő? Nyilván azt mondta, hogy nagyon gyorsan emeli, magasra emeli, de ez mégiscsak egy ilyen nagyon nagy amplitúdót jelez. Így van? Tehát igen, én továbbra sem javaslom tényleg a cukrozott ételnek a fogyasztását, és valószínűleg a szórása a cukorértékeinek az jelentősebb lesz. Tehát étkezések után egy gyors emelkedés lesz, és hát az étkezések után néhány órával meg valószínűleg azért lesznek alacsony vércukrai, hogyha megpróbálja kompenzálni ezt a cukrozott ételt. Ugye a Mennyiben? mai modern diétákkal azért valamennyi engedmény adható. Az a lényeg, hogy mire a hasunkba kerül, vagy gyomorunkba kerül a táplálék, és onnan elkezdene felszívódni, a glikémiás indexet, tehát a cukoremelő sebessége, vagy cukoremelő képességet lassítsuk. Tehát például, hogyha van egy kicsit zsírosabb marhapörkölt, jó sok kovászos uborkával, azután lehet, hogy elbír akár egy valódi cukrás süteményt is. Mert mind a zsíros ételeknek, mind a magas rosttartalmú ételeknek van olyan hatása, hogy a mellé adott szénhidrátnak, mellé adott cukornak a felszívódását lassítja. Tehát el tudom képzelni, hogy előbbi példánál maradva egy zsírosabb marhapörkölt, jó sok kovászos uborkával, kevés körettel elbír mondjuk egy dobos tortát. De azért a dobján azt a cukros mázat talán azt ne egye meg, de azt a vajas piskótás alapot, ami a dobostorta alja, az beleférhet. Tehát, de ilyenkor is gyakori vércukorellenőrzést és nagyon komoly odafigyelést javaslunk, és azért alapvetően cukorbeteg, akár egyes, akár kettes, a cukrozott ételeket és a természetes módon magas cukrot tartalmazó ételeket kerülje. Nem tiltom meg teljesen, de alapvetően kerülje a mindennapi táplálkozásában. De esetre ez egy nagyon vékony jég, tehát azt gondolom, hogy itt már nagyon-nagyon ismernie kell magát a cukorbetegnek ahhoz, hogy mondjuk ezt megengedhesse magának. Ugye a doktor úr most azt mondta, hogy időnként akár egy jól beállított és magát nagyon jól ismerő és kezelő cukorbeteg megengedhet magának egy-egy kisebb szelet tortát, hogyha éppen olyan ételt teszik előtte, mondjuk nagyon zsíros ételt. De egyre több helyen olvasni azt különböző Facebook csoportokban, hogy például szülők a gyereküknek adnak vagy engednek cukros ételt enni egyes típusú diabétesz esetén is. Tehát mi van akkor, hogyha a szülő ad a cukorbeteg gyerekének cukrozott ételt?
Mindennapi gyakorlat szempontjából ezt nem tartom jónak. Természetesen, hogyha valakinek leesik a cukra, és ezért ezt a cukrozott étellel, vagy akár szőlőcukorral, vagy cukrozott gyümölcslével szeretném pótolni, a alacsony cukor miatt a hipoglikémiás állapotnak a krízis helyzetét, az természetesen az más. De napi szinten cukrozott ételt adni egyes típusú cukorbetegnek nem tartom jó ötletnek. Persze, természetes, hiszen ha leesik a vércukorszintünk, akkor mi magunk is tudjuk, hogy gyümölcsléhez nyúlunk, vagy cukrozott dologhoz, nagyon édes, nagyon gyorsan felszívódó szénhidráthoz, ez teljesen természetes, ugyanakkor a rendszeres cukorfogyasztást továbbra sem javasolod. Köszönöm szépen!